Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 3-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek. Milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy milyen gondolatai vannak, mik az ő tervei, erre megadja a választ itt ez a kártya. Először elmagyaráznám azt, hogy mit jelent itt ez az ötös szám. A négyes szám annyit jelent, hogy valamit rendbe teszünk, valamit befejezünk. És utána következik az ötös szám. Az lehet egy új irány, vagy új gondolatok és tervek, mert valami be lett fejeződve, tehát kezdődik valami új nála. Az ötös számnak van még egy más jelentése is, mégpedig mutatja a kapcsolatokat, ami kívülről jön. Ez lehet előnyös, mert van valaki, aki segít neki, de lehet egy olyan külső befolyás is, ami őt zavar. Vagy lezárja ezeket a kapcsolatokat, ami őt zavar, mert a tolvajnak van egy ilyen jelentése is, eltávolít valamit. Ha mi most megtekintjük ezt a képet, ezt a tolvajt, az lehet egy betörés is. Előfordulhat, hogy pontosan ilyen helyzetben áll, vagy fél attól, hogy valami eltűnik a házból, fél attól, hogy valaki eltávolodik az ő életéből. Mind ez lehetséges, ami őt jelenleg foglalkoztat. Ami a ti párkapcsolatotokat illeti, ő fél attól, és ezen is elgondolkozik, hogy ti eltávolodtok tőle, vagy jön egy másik férfi az életetekbe, és elvesz titeket, mint egy tolvaj. És pontosan ez, ami őt foglalkoztat. És ő érzi, hogy ez előfordulhat. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. Itt ez a kép mutatja az akciót. Hogy ez ne így legyen. Érzi azt, hogy kell, hogy tegyen valamit. És pontosan ez fog bekövetkezni, mert a harmadik kérdés az volt, mit közöl veletek, és ezt mutatja itt Amor, és ez egy szerelmes levél, vagy egy szerelmi hír. Tehát ő beszélni fog az érzelmeiről. Ő közli ezt veletek. Azt nem fogja elmondani, hogy ő neki félelmei vannak, hogy előfordulhat az, hogy ti megismerkedtek valakivel. Erről hallgat. De mivel
nem akarja, hogy ti eltávolodjatok tőle. Az sem akarja, hogy egy más férfi elvegyen benneteket, ezért tenni fog valamit. És nyitott lesz. Beszél a szerelemről, beszél az érzésekről. És a napi kártya itt mutatja az édes szerelmet és vágyakat. Tehát nem csak szavak lesznek, hanem tettek is, és egy testi kapcsolat. Ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!